Na, üdvözlök mindenkit! Én Ájtlőd vagyok, és egy újabb Metin 2 videóval jelentkezek. Azaz, újra játszunk. És egyelőre, amit akarok csinálni, egy kicsit rendszerezem itt a dolgokat, mert nagyon tele vagyok, és az nem jó. Úgyhogy gyorsan kipakolászok minden olyant, amit nem hordok magammal. Ugyanis semmi szükségem rám. És lássuk, miből élünk. Ja! Időközben akadt még egy forgókartkákámat, körbenéztem a karikon és kaptam. Hát remélem, hogy ez sikerül, mert eddig úgy tartunk, hogy 10-ből 1 aura sikerült összesen, amit én elolvastam, igaz, nem mint videóban. Szóval remélem, hogy legalább a forgón nem hagy cserben. És nem hagyott cserben, hála a jó égnek. Ami azt jelenti, hogy 4 kk is meg lesz, az az M9. Hát kár, hogy nem az aura már így. Ez megy buffra. Sokkal jobb lenne, hogyha az aurám állna így, mert akkor tudnék ugye fejlődni jobban, de hát ez van. Azért úgy kohókövekből egy kicsit hozzávettem, mint látható már nem egy-kettő van nálam, hanem konkrétan eddig 6 és lesz ebből több is. Ugyanis most megint neki akarok majd fogni az olvasztásnak, azaz, hogy csináljak egy kicsi kohót, aztán meg majd meglátjuk, mi lesz belőle. Egyelőre így gyűjtöm hozzá a szükséges alapanyagokat. Oktatója szívavirág. Ez se kell már ide. Nehéz maki növény. És tegnap este egy nézőm már ütöttünk volt jéggólemet. Igen, és jött nekem jéggömb, úgyhogy az is van. Na meg pluszos is. És egy fejlődés tekercse, ugyanis leütöttük a 9 farkut, ami meglepetésemre nem is volt olyan nehéz végül is. Tehát buffval egyedül is szerintem lazán leveltem volna. A lényeg az, hogy lehet rá is fogok majd állni egy picivel később, hogy ütlegeljem. Ez megy vegyébe. Te jössz ide. Ezek vegyis cuccok. Hát téged se tartalak itt, nem minek. És téged is bepakollak. És akkor itt maradt még pár felesleges dolog. Na mindegy. Lényeg az, hogy hamarosan neki kell álljak valamilyen szinten fejlődni és beütni azt a 75-öt, amivel sort kéne kerítsek minél hamarabb. Ezt most gyorsan, ami azt a 2 Batman vegyibe és megyünk farmolni egyet, hát ha ma sikerül valamit kicsórnom, esetleg egy aura kákát vagy egy ford én is lélekkövet. És ugye nekem a fejlődés az úgy lesz, mert hogy most amúgy se lenne időm. Tehát úgy effektív, hogy elmenjek SD2-be, és akkor ott üljek 4-5 órát, nem, azt nem szeretném. Ugyanis egyszerűen más tehendők akadtak nekem. Az amikor azzal jövök a szabad időmet, úgy szeretném beosztani, hogy egy kicsit tudjak magamra is szánni. Azaz, van egy csatorna, amit nézegetek régóta, az a neve, hogy jworkout.hu, vagy hun, bocsánat. És így egy kicsi ideje nekikezdtem itthon magamnak, és a mai napom is úgy volt, hogy hát én ezt állítottam magamnak egy tervet a fejemben, én ezt meg is csináltam. Hát ez is megolvat a kurva jó. És ha érzitek, hanem olyan fél 1-3-ig csak azt csináltam, 1-től talán valami ilyesmi. És ha visszatek, hanem annyira kikészítettem magamot, hogy 4 órán keresztül, tehát egy olyan 3-4-8-ig körülbelül szunyálnom kellett. Komolyan mondom, mikor végeztem velem, hát a karjaim mindenem és mindenem vállam, hátam mindenem remegett, de olyan jó kibaszott jó érzés volt gyerekek, hogy ez nem igaz. És ezt szeretném napi szintre hozni most már, mert ilyen kicsit el vagyok ízva, kicsit nagyon. És úgy eddig is csinálgattam, csak nem ilyen durván. És most ezt is szeretném a napokba behozni, hogy azért úgy legyen meg. Mert ugye szerre, hogy erősödöm, úgy lesz könnyebb. Ezt tudom mondani, hogy van egy régebbi fényképen Facebookon, visszanéztem, szóval bazd meg, jól néztem ki akkor.
akkor csak 65 kiló voltam, na már csak 8 darab, és most vagyok 81 körül, tehát igaz, hogy fogytam így is 9 kilót, de még mindig rengeteg, és 1,72 vagyok, tehát az rengeteg, és szeretném azt ledobni magamról, így a hétköznapokban az ilyen metin, meg a videók, hát úgy annyira nem mennek, de most ugye pont az a jó, hogy hamarosan kapok szabadságot, azaz augusztusban bő 3 hetem lesz, a 3 hét és még egy kicsi szabadidőm, és ugye bár hogyha az egésznek, embernek van egy egész napos szabad ideje, azaz, hogy nem kell reggeltől, mit tudom én, délután 5-ig munkában lennie, akkor több mindenre jut ideje, ezt gondolom nyilvánvaló. És akkor úgy gondoltam, hogy az augusztusban, pont mikor szabadságra jövök, pont jó, mert fizut is kapok, egy annyit beáldozok, hogy tudjak venni egy annyi sét, hogy le is jusson bőven XP-gyűrűre, és lehetőleg harmadik kézre, bocsánat, nem harmadik kézre, tolvajkesztyűre. És egy picit bele szeretnék majd utána a farmagatás nagyobb szintjébe is kóstolgatni, tehát ez a 85-90-es metinek. Ugye nem lenne egy rossz dolog. És hát remélem, hogy összejön. Tehát én úgy gondoltam el, hogy egy olyan 75-ig felmegyek, és ott mindenképp egy kicsit állni fogok, hogy legyen meg a P-skillem, ami nem lesz végül is olyan ordinálja nehéz, tehát mindenképp könnyebb lesz, mint a G1-es megütni, szerintem, mert valahogy én mindig úgy érzem, hogy olyan 20-30 lélekkő körül szokott sikerülni, bocsánat, hát van, amikor kinek eléri a 40-et, de reméljük, hogy én nem az leszek. De valahogy úgy érzem, hogy sokkal többet költöttem én aurára, mint azt amennyit átlagban szokás, és baromira szarul olvassam. Én már csak abban reménykedek, hogy a lélekkővel nem így fog lenni, hanem az valahogy valamilyen normálisabb szinten. És hát igen, remélem, hogy sikerül a dolog, és összejön. Csajózógép, adjál már. Hát nem is tudom, elmondjam a videóba, bár szerencsére egyikük se nézi a videóimat, a Metin 2-s videóimat, de egy olyan érdekes helyzetben voltam, gyerekek, hogy hát nem is tudom, hogy elmondjam-e, hát ugye megsérteni amúgy senkit sem szeretnék, de tényleg nem arra irányul, vagy bármi, de olyan szinten benéztem egy csajam, tehát ugye tudjátok, hogy hát na, randizgatás minden, hát ezzel ugye én is nem akarok, hát fasz ki van felrakom azt a szerencsétlen harmadik kezet, hát ha jön, és miért mondom, hogy kérlek harmadik kéz, nem tudom. Olyan szinten benéztem, hogy én kijelentettem, hogy soha büdös életben nem fogok úgy randizni, hogy ne lássam először legalább Facebookon, tehát hogy így ez a, hogy SMS-ben megismerkedtek meg a lófranc, az szó se lehet róla. Egy olyan szintű leánkával ismerkedtem meg, hogy ez hihetetlen, tehát én azt mondtam, hogy ilyen nincs, és ha van, akkor azt nem tudom, hogy az hogy, tehát ez a pályázat közben a metint is kéne állítani, tehát ez a tipikusan nem tudod, hogy hova tedd, hogy magyarázzam, próbálok figyelmel fogalmazni, mert ez mégis YouTube, nem, tehát nem haverok között vagyok, és bárki bármikor megnézheti, és nem akarom, hogy bárki magára ismerjen, tehát hogy értitek. A lényeg az, hogy egyszerűen nem tudtam hova tenni a csajt, tehát hogy így néztem és gondolkoztam, atya úristen, ez mi, ez hogy lehetett összehozni, tehát ezt már valaki magyarázza el nekem, ugyanis köztudott rólam, hogy én nem szoktam az embereket megszólni amiatt, hogy néz ki, hogy viselkedik, tehát hogy így, na értitek, nem vagyok az a különösebben finnyás típus, tehát megvan rá az okom, én sem vagyok egy kaszanova, de azért van az a pont, amikor azt mondom, hogy oké, elég, tehát ez még nekem is sok, és ez pont olyan volt, ugyanis az még egy dolog, hogyha bassza meg, ezt benéztem, na mindegy. Na jó, akkor elogolunk, és akkor szerelelünk mindenkit.
Szóval nem elég, hogyha valaki mondjam úgy, fizikailag nincs a toppon. Tehát hogy úgy, hogy mondjam, picit csúnya. Ezzel ugye semmi probléma nincs. Emberek vagyunk mind, ezeken mind-mind lehet változtatni. No problem. De ugye az embernek azért úgy megvan a maga limitje. Tehát hogyha mondjam úgy, főleg ha nyár van, és randira készülsz, úgy néhány dolgot, hogy alapból felengnőként ismerned kell, ilyen, mert ez tudod meg a frappé, ugye. Tehát úgy próbálok finoman utalni arra, hogy sehogy nem volt a toppon. De tudjátok, van az a típus, hogy oké, ezeken mi lehet javítani, mély lélegzetet veszes, azt mondod, hogy oké, akkor ezt megpróbáljuk. Még azért is. Adunk neki egy esélyt, ugye. De aztán, ami a második dolog, ami nálam kiverte a biztosítékot, az a viselkedés. Én nem tudom, hogy ki hogy képzeli, de én marhára utálom az álszent, meg mit tudom én milyen rózsaszín felhős, csak nekem van igazam, erősködő embereket, szóval vessetek meg érte, de én az olyan emberfajta embert szeretem, aki képes meghallgatni a másik véleményét, és nem belevartyog, mint minden marhasággal, csak azért, hogy neki legyen igaza, még ha nincs is úgy. Az már csak úgy mindegy, hogy amúgy meg mindenre tök eltérő nézeteink voltak, tehát hogy mondjam, pontosan az a fajta volt, aki hát azért mondom, hogy álszent, mert ő azt mondja, hogy semmi rosszat nem próbál ki, ami ugyebár tudjuk, hogy relatív, tehát mit nevezünk rossznak, ez kérdéses. És a szegényel én nem tudtam mit kezdeni, hát hogy mondjam. Azért úgy éreztem rajta, hogy az életből úgy nagyon még nem kóstolt bele, hát mondjuk igaz, hogy jóval fiatalabb is volt nálam, most 18 talán, azt hiszem igen, most lett, vagy tölti, na mindegy. Az a lényeg, hogy azért nem egy 20 éves, de azért mégsem mondható túl fiatalnak. De azért úgy éreztem rajta, hogy a szöges párhuzamba áll mindennel, amit úgymond én életnek nevezek. És persze azért úgy érződött az is rajta, hogy nagyon szerető mindenben a toppon lenni, olyan értelemben, hogy mindenben neki kell legyen igaza, még ha nincs is. Ilyen volt például egy olyan szisztéma, hogy ugye ahhoz függetlenül neki nem volt Facebook-e állítólag, vajon miért. Ilyesmiben képes volt velem vitába kelni, hogy neki az elektromos cigi alapból vízipipa volt, tehát hogy értitek. Ugye az ember ilyenkor nagyot néz, hogy what the fuck, tehát és akkor elkezdett engem okítani, hogy ez a füst mennyire káros, hogy az milyen izé, meg minden, és meg látta a tévében, és már az úgy van. Hát akkor úgy eszembe jutott, hogy baszki, ha én mindent a tévéből vennék, és mindent a tévének elhinnék, én valamire rosszul járnék. Én aztán úgy próbáltam mondani, hogy oké, de ez attól függetlenül még nem vízipipa, attól függetlenül jól nyugodtan megvan ő elektromos cigiként, és amúgy is a környezetre nem annyira káros, mint a rendes cigaretta. És így próbáltam, értitek, tehát az a, amikor kifejezetten próbálod úgy érzékeltetni vele, hogy álljon ember, nem úgy van, ez kicsit utána is kéne olvasni a dolgoknak, de nem, ebben inkább az lehet, hogy engem nézett hülyének, hogy mit próbálom én okítani. Na mondom, jó, ez is egy sztori. Mondom, nagyon fenntartásokkal szeretném mesélni a sztorit nektek, már nem akarok megsértődést. Bár így se tudom, hogy mondjam el, hogy nagyon, tehát ezt nem lehet szépen megfogalmazni. Tehát mondjuk ki, katasztrófa. Oké. Ezt nem akarok köcsögnek tűnni, mert tényleg olyan, nem tudom, na mindegy. Ugye hát ez oké, ennél néztem egy baromira nagyot, és akkor úgy utána ugye jött szó a bulizásról, meg minden, éppen amúgy bulizni készült, ugye volt egy másik jelöltje is, akivel össze akart jönni. Hát ugye szó került a bulizástól, kérdezte, hogy én iszok-e. Hát mondom, figyelj, ha buli van, amúgy mellékesen megjegyzem, hogy én abszolút nem nagyon járok el bulizni. Nagyon ritkán van, főleg az elmúlt... Hát úgy képzeljétek el, hogy januártól idáig voltam egy esküvőben és egy kicsengetésben, már ha az bulinek lehet nevezni. A kicsengetésen különböző okok miatt én nem tudtam ülni, megittam két sört, eljöttem. Sőt, aztán a másodikat csak belekóstoltam, azt odaadtam tesómnak, vagy kinek, már nem is tudom. És az esküvőn meg pont úgy voltam, hogy kaptam egy jó partnert, és végre megtanulhattam valamennyire táncolni, szóval abszolút nem mondhatom, hogy sokat ittam. Tehát ahhoz képest, hogy mások mellettem, hogy el voltak állva, én tök normálisan reggel is lazán el voltam magammal. Hát ugye, és akkor azt akarom ebből kihozni, hogy
Én ugye elmondtam neki, hogy effektív, én amikor buliba van, egy-két sör, ilyesmi, tehát hogy nem viszem túlzásba, tehát úgy módjával. És ha esetleg van egy egész éjszakás buli parti, akkor lehet, hogy egy picivel, inkább amúgy sörös vagyok. Egy kicsit többet iszok, mit tudom én, megiszok mellé két erőset, egy egész éjszakát, na most már az mi az basszus két erőset, biztos, hogy annél többet megiszik bármelyik fiatal, ezt úgy lemerem fogadni. És akkor ugye egy kicsit rosszul esett nekem az, amikor azt hányta fel, vagy hát, hogy mondjam, azt mondta, hogy hát neki is van egy alkoholizáló haverja, egy ilyen alkohol, tehát úgy mondta, hogy neki is volt egy ilyen alkoholizáló haverja, tehát úgy erősen utalva, hogy én mintha alkoholista lennék. És akkor ugye onnan jött, hogy álszent, hogy hát ő semmi rosszat soha ki nem próbált, hát mondom, oké, basszus, de hát ez nagyon relatív. Ráadásul, mivel gondolod, hogy én pont alkoholizálok, hát ez nem így van. Tehát, hogy egy startból így nagyot néztem, hogy what the fuck, értitek, nem tudtam hova rakni, hát állj már. Azért ugye, hát ez a kákán nem sokat él. És akkor ugye vannak minden andinál olyan kellemetlen pillanatok, amit úgy az ember szeretne elkerülni. Hát felek, hogyha egyáltalán nem bejövős a dolog, ilyen például a csók. Tehát ez így, de hogy mondjam. Amikor érzed rajta, hogy higiéniailag nem áll a toppon, akkor úgy nincs kedved összegyalakodni bárkivel, sőt inkább senkivel, aki ilyen téren gondokkal küzdik. Mondom, én a külsővel úgy vagyok, hogy minden javítható, csak belsőleg legyen a toppon. Hát ott nem volt, na mindegy. És akkor ugye olyan problémába ütköztem, fura, hogy ezt pont vettem a kettő videóba csinálni, de pont azért jó, mert tudom, hogy a nézőim zene nézik, legalább tudom, hogy őket szórakoztatja, nemet amúgy sem mondok, plusz tudom, hogy ha netán megnézni, akkor is más tartalmú videót nézne meg, úgyhogy, és próbálom úgy mesélni, hogy ne ismerjen magára, bár azt nehezen tudom. A lényeg az, hogy én ezt mindenképp el akartam kerülni, mármint, hogy úgy nem akartam, hogy lássa rajtam, hogy azért ugye kicsit úgy legszívesebben 2 méter elülnék arrébb tőle. Tehát ezt tudod, az, tudjátok az, amikor elfutnál le inkább. Jézusom, mivel keveredtem, na mindegy. Hát ugye az sikerült megoldani meg enyém, hogy na akkor is mesélj te is magadról. És akkor ő szívesen elkezdett mesélgetni, amúgy borzasztó malmas dolgokat. Fura, mert én kevés dolgon tudok vonatkozni, sőt inkább, ha én úgy érzem, akkor kacagtatok mindenkit, akármivel is, csak nem vonatkozzak, de ott baromira mutam magam. Tehát, hogy így értitek. Na. Tehát, hogy nem tudom, valahogy ennyire értektelen embert nem találtam meg életemben, hogy untasson, na mindegy. És akkor ugye elkezdett győzködni, hogy hát menjünk ki a parkba. Hát mondhatni kinézett, úgy kell elképzelni, hogy mint kétszer én, és olyan magas, mint én. Tehát, hogy lehet, hogy még én is belefértem volna legalább másfél szalon a drágába a csajszínak. Tehát, hogy enyhén. Nem az, amire vártam. Nem mondom, hogy a bombázót vártam, tehát ne essél senki félreértésbe. Én gondoltam, hogy egy olyan normálisabb csajszicska, hát ugye SMS-ekből simán következhetsz ez bármire. Végül is írta, hogy viszonylag jól érzek ki, csak nem értettem, hogy nincs Facebookja. És írta, hogy van egy kicsi felesleg, hát gondoltam magam, hát Istenem rajtam is van, most mit vesztek vele. Próbált megér. De baszki. Ilyen, hogy menjünk a parkba, hát ugye mindennek elképzelhető és elképzelhetetlen módon próbáltam, hogy azt már pedig nem. Figyelj, na arra meg, de nem. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy nem szívesen mutatkoznék vele. De aztán rávettem magam, hogy oké, figyelj, senkinek semmi köze, hogy én kíván, mit csinálok, mivel járkálok. Hát ugye, ez mondjuk az is közel játszott, hogy az exem is itthon van, és akkor hogy tudjátok, hogy hát na, nem akartam, hogy előtte egy ilyen, nem tudom, mondhatni a, fú, nehéz megfogalmazni, tehát hogy egy ilyen igénytelenebb csajszival mutatkozni, tehát hogy így lebűgni magamat, hogy na jó, leadtad az igényedet, vagy valami, vagy jó pina hiányod van, na mindegy. És akkor ugye hát belementem, hogy oké, gondoltam magam, hogy lesz, ami lesz, úgyis csak mellett sétálok, legfeljebb egy ismerősnek nézik, vagy mit tudom én. Hát igen, eddig nem is lenne gond. De amint beérünk a parkban, előáll egy olyan szituáció, mondjuk akkor is én nézegettem, valami közeli ismerős nem elállt, aki, már ugye egy-kettőnek megemlítettem, hogy ez úgy megyek randizni, és akkor az úgy nyilvánvaló lett volna, hogyha én csajjal mutatkozok, és pont ma írtam, hogy randi, és pont azelőtt, mint tudom, egy fél órával, akkor gondolhatják, hogy igaz. Hát, amikor nem látott, hogy nézegettem körbe, hogy ha valaki lát-e,
Szerencsére semmi ismerős nem volt, mert ami utána közvetkezett, gyerekek, én azt mondtam, hogy leteszem az arcomat, mert hát tudjátok, van az a falusias szokás, biztos, hogy mindenki ismeri, hogy falun, ha felveszik a telefont, olyan hangerővel beszélnek bele, hogy azt a falu túlsó végén a Süket Magdika néni is kristálytisztán hallja. Hát egy hasonló szituációt kell elképzelni, hogy megyünk az úton, hát úton lófaszt parkba, ki van már szépen cicomázva, megyünk. Ő szépen eléveszi a telefont, mert hívják, és olyan szintű hangerővel gyerekek, olyan nagy parasztosan kezdett el bele beszélni, hogy aki egyszer létezett a környezetünkbe, szerintem még a park túlsó felébe is mindenki minket nézett. Hát bazd meg, ordított ki a kapanyél a szájából. Mondom, na én ezt nem tudom hova rakni, azt sem tudom, hogy azt sem tudtam hova rakjam magam. Egyszerűen, hogy is mondjam, ha láttatok embert egyből leizzadni, na én olyan voltam. Nem akartam megszólni, az Istenért sem akartam megszólni, bár őszintén szóval jobb lehet volna, ha megszólom, hogy egy kicsit azért úgy kultúrálna vagy légy szíves. Hát néhány embernek engemet is megszól, hogy még én is néha hangosan beszélek, de basszus. Igaz, hogy jó, egy pár ember nem, akik a gyárban, a Zundon, azaz a szabógépen dolgoznak, és az egész nap zúg a fülükbe, azt meg fésüketek, na de mindegy, az más tártész, tehát egy normális emberek között. De az, amikor mindenki titeket néz, hogy a másik basszus hogy beszél, és úgy látom, hogy kerületünk, hogy kicsit úgy, nem kicsit röhögnek az emberek, hát az úgy betette nekem az ajtót, tudjátok. De minden jó indulatom ellenére, meg kell mondanom, hogy nem. Tehát nem tudtam megérteni. Én komolyan mondom, amíg vele voltam, azon gondolkoztam, hogy lehet valaki ennyire hülye. Tehát komolyan. Hogy lehet valaki olyan, hogy el akar menni bulizni, eljön egy randira, és tök igénytelenül mutatkozik. Tehát, hogy ezt nem tudom felfogni. Úgyhogy, tényleg. Ezt elmeséltem két nézőmnek is, mikor hazaértem. Na ugye van egy-két nézőm, akivel beszélgetek közelebbről, mármint, hogy így rám írnak Facebookon, voltak szívesek felvenni, türelmesek már mennyire, amikor nincs időm visszaírni. Szóval úgy próbálok mindenkivel, akivel lehet kommunikálni, már mennyibe tudok, de azért úgy értitek. Na jó. És akkor ugye a végén oda akartam kiukadni az egész randival kapcsolatban, hogy a végén írta, hogy köszi, jól telt veled. Hát, amúgy pozitívumként, ami nekem nagyon tetszett, hogy falta például a poénjaimat, és úgy amúgy másképp úgy látszott, hogy van volna értelem a szemében, tehát hogy csillogott valami, csak egy kicsit túl hülye hozzá szegény, hogy azt ő kihasználja. Ez a legszebb kifejezésem rá. Hát basszus. Lehet valaki annyira elvarázsolt, hogy azt higgye, hogy az élet a minden csettintésre megy, hogy ó, hát elvégzem a sulit, jön egy egyetem, jó munkahely, hát de ezt olyan felényesen mondva, hogy mint hogyha egy csomag cukorkára valót kéne kigyűjtsz, szóval kipattintani az ujjat, hát mondom, baszki, hát de aztán könnyen veszed az életed, na mindegy, hát érződött, hogy valami itt nem jó, de úgy amúgy éreztem, hogy egy kicsit olyan lekezelő, tehát olyan, hogy mondjam, kicsit ex-feeling volt, ma ott is ez volt, hasonló problémák voltak, hogy kicsit az, hogy nem jöttünk ilyen téren jól, ugye, mert neki soha semmi nem volt elég jó, meg stb., meg ez nem jó, így nem tetszik, úgy nem tetszik, ha sikeres vagy melóbb, akkor nincs tök sok időd rá, ha meg nem, akkor így van, ha meg pont egyébben foglalkozol, akkor minek foglalkozol avval, szóval nálunk már végére minden probléma volt, pont ugyanúgy, mint a YouTube is, és minden egyéb, hogy igen, mert te avval foglalkozom, de igen, te avval, hát basszus, könyörgöm, haza elmész Marosra 150 km-re, hazajössz, basszus, és nem felem foglalkozok, hogy mi a fenét csinálok. És akkor úgy felgyűltek bennem az olyan érzések, hogy éreztem, hogy el vagyok hanyagolva, semmi be vagyok véve, el vagyok nézve, tehát úgy értedek, tehát ugye el vagyok tipolva, és ennél a csajszínál is nagyon kijötteni az újnál, akivel találkoztam, hogy amikor én próbáltam neki magyarázni, hogy basszus, azért úgy fel kell készülni az érettségre, és fel kell készülni mindenre, szóval ne vedd azt olyan készpénzként, hogy hát elég lesz, amit a tanárok ott mondanak pótorra, mert minden úgy nézett basszus, mintha nem tudom, mit mondtam volna neki, hogy olyan nehéz vagy valami, tehát abszolút nem tudom, tehát, hogy végezte eddig a 12. osztályt, nem látott még életében karonvár, egyest vagy valami, hát nem értem, mindegy. A lényeg, hogy abszolút sehol nem volt, tehát ilyen téren. Aztán végén visszaírta, hogy, vagyis írta, hogy
remélem találkozunk, meg hogy megismételjük, meg blá blá. Aztán meg visszaírtam, hogy persze, hogy legyek az egy rendes, de úgy amúgy gondoltam magamban Max barátként, mert mint Rant is, soha büdös életben még egyszer. Tehát az nekem őszintén szólva trauma volt. Mert hogy mondjam, egy ilyen kapcsolatban, hogy magyarázzam. Tehát nekem amúgy is sok dolog nem volt, ami nem tetszett az exemben. És amúgy is lelkileg nem vagyok én ott olyan, hogy egy ilyen csajszintű csajszit én rendbe hozzak. Mármint, hogy úgy értitek, tehát hogy ez nekem túl sok meló lenne és nem éri meg. Mert ugye elkezdtem gondolkozni, hogy jó, oké. Minden negatívum ellenére és minden, tényleg, ha mindent beleveszek és azt mondom, hogy oké, én leszek a világ kurvára legelnéző pasia, ez akkor se lenne energiám, és biztos, hogy nem fizetőd neki. Tehát most képzeljétek el egy olyan szitút, hogy most egy csajt meggyőzni arról, hogy figyelj már nő létedre egy kicsit, az úgy adja magadra, meg stb. Meg ne legyen már akkor szállt, hogy haja a félvilág, meg hasonlók, meg ugye az is, hogy azért kicsit úgy vett komolyabban az életed, figyelj, még van 2 év, és felnőtt, konkrét felnőtt leszel, aki mindjárt a talpára kell állni. Tehát, hogy így, ezeket így neki így elmagyarázni, meg megértetni vele, nem tudom, hogy ezt hogy tudtam volna összehozni, amúgy is. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy inkább passzolok, tehát tényleg nevessetek meg érte, de van az, ami mellett én sem tudok elmenni. Tudom, rengeteg hibám van nekem is, de ez tényleg az a kategória volt, amikor trabantlámpa szemekkel néztem, hogy mi a csöcs van, bazd meg. Létezik ilyen, valaki ennyire ne vegye észre magát, hogy állj meg, majd baromira nagy gondok vannak. Hát oké. Nekem semmi bajom az emberekkel, de van egy minimum, amit elvárok. Tehát ha egy nővel találkozok első randin, tehát legelsőn, akkor hozza már akkor a legjobb. Ha máskor nem is, de legalább akkor a legjobb formáját. Tehát legyen a toppon higiéniailag, legyen a toppon minden más téren, és legyen egy kicsit együttműködő. Ne hagyj már az meg, hogy ott ülök a randin, és helyeselek, mint a hülye. Tehát vagy nevetetem, vagy helyeselek. Tehát mi ez már ez a papucs feeling, értitek, hogy én nem tudom, hogy neki hol van az ideális pasas kép, de tudja, hogy nem én vagyok az. Bár ahogy én nézem, ő azt hiszi. Tehát, hogy itt már azóta párszor rám írt, meg minden, meg tehát azt sem tudom, mit kezdek vele. Finoman akarom venni, hogy bocsi, de nem én vagyok neked az esetet. Nekem már rég nincs annyi lelki energia, hogy én egy ilyen esmivel is, picsok bele is kezdjek. Tehát, hogy úgy értitek. Na. És most tényleg nem, semmiképp nem azért mondtam el, hogy azt a részét, hogy na most van rajta egy kicsit túlsúly, meg minden, hogy én ezt feloljam nagy hibáknak, mert ugye mindent lehet orvosolni, ez tény és való. És nem lett volna alapjában gond egyes dolgokat, tehát ha, hogy majd rázzam, elnézem az egyik felét, de várok valami pozitívumot, tehát várom azt, hogy legalább jól érezzem magam vele. De amikor még az sincs meg, és meg szégyenkeznem is kell miatt, na az a parti, az amelyiket azt mondom, hogy távol áll tőlem. És most tudom, ez nem Metin kettős dolog volt, de direkt azért említettem meg ebben a videóban, mert levlogolni nem akartam, mert ez túl nyilvánvaló lett volna, és nem akartam a gamer csatornámról sem az is, és amúgy meg tudja a csatornám nevét, viszont ezeket a játékokat például Metin kettőt kifejezetten nem is szereti. Állítása szerint egyszer próbálta, és szerint egy baromira hülye játék, amire én nem szóltam amúgy semmit, gondoltam magamban, jó van, te tudod, engem viszont szórakoztat. De tudom, hogy nem fogja ezt a videómat megnézni, úgyhogy mázlin van, és ezt szerettem volna nektek megosztani, mert ez baromira fura élmény volt. Igaz, hogy higgyetek el, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy én már amikor csajt megálltam, fél méterre álltam meg tőle, hogy a puszit kéne elkerüljem, és minden porcikán azt mondtam, hogy ezt ne, és fuss, és menekülj. Tehát, hogy elképzelhetitek, milyen jó volt, és igaz, hogy utána végig röhögtük a ismeréseimmel, hogy én hogy jártam effektív, de bakker, ez azért durva volt, ez a sztori, ezt életemben nem fogom elfelejteni, ez kb. Olyan volt, mint az exem a legrosszabb pillanataiban, csak 10-szer rosszabb, és igénytelenebb. Szóval, egy baromira jó tanácsot mondok nektek, nagyon tartózkodjatok az ilyen SMS-es randiktól, szóval szó se róla. Tehát én megfogadtam magamnak, hogy a büdös életben nem. Amíg egy képet legalább nem látok róla, minimum, ami biztos, hogy ő van, addig kizárt dolog, hogy én még egyszer valakivel legyek találkozni. Legfeljebb barátként, vagy csak, hogy megismerkedjünk, de struszpassz, de hogy randi a bukurva élet, hogy nem lesz, az biztos.
Ez nekem egy nagyon jó lecke volt. Tudom, elmondhattam volna ezt poénosabban is, kicicom az a minden, de próbáltam azért úgy az jó ízlés határain belül maradni, mert azért úgy tudjátok, hogy nem szokásom nekem annyira úgymond szabad szájnak lenni, mármint a videóim nagy részével, tehát hogy próbálok azért úgy egy kicsit kultúráltabb formát megütni mindenképp, tehát csak ritkán káromkodni. Meg hát ugye oda nem illő szavakat használni, hát próbáltam, remélem, hogy ez szerint, és remélem, hogy senki nem veszi magára. Nem arról van szó, hogy bárkit lenéznék, nem arról van szó, hogy bárkivel gondom lenne, csupán arról van szó, hogy van az, amit senkinek a gyomra nem tud bevenni, legalábbis ezt az enyém már nem. És ez csak egy elrettentő példaként mondtam el nektek, hogy azért az ember nyúlhatni a mellé is, de majd meglátjuk. Na jó, hát ez konkrét, ebből sok nem jött. Ó, amíg hármat nem tudtál volna összeszedni, hogy a jó istók hágya meg. Hát, ha még kapnánk egy ében fát. Ilyen jó, nem akartam ilyen hamar elvenni a poént. Mindig közben is szokítettem, valamire ki vagyok száradva. Csak hát, ha már rám ért, akkor gondoltam meg is hoztam egyúttal, hát miért ne. Metin 2-re visszatérve most már. Szóval augusztusban, amint kikapom a vakációmat, lesz egy programlista majd, amit még össze kell állítsak, remélem, hogy nem felejtem el. A bekülön napok lesznek kijelölve a live-okra. Már eldöntsük, hogy milyen játékokról lesznek. Metin 2-ről mindenképp lesz, Metin 2-ről, illetve lesz még más játékokról is. Illetve még ha sikerülne addig megszereznem a Doom-ot, az nagyon jó volna. Volt is fent egy videóm, amelyikkel bemutattam, hogy azért már most fut a Doom, de az csak demo verzió volt amúgy, és amúgy se tudtam volna. Tehát még egy nincs torrentes verzió, szóval muszáj megvenni, nekem meg nagyon tetszik. Elég régi időket idéz, úgyhogy mindenképp azt nem fogom sajnálni. Halloween. Egy kicsit gép update is történt, ugye, mert most már nem 4, hanem 8 gigával tolja a gépem, és ez nagyon kifizetődik. Tehát oké, maximális FPS-be és átlagba is nyertem egy olyan 4-5-öt, de ami a legjobb nekem, hogy a minimum nagyon feljött, szóval mit tudom én, hogy magyarázzam, az Assassin's Creed Brotherhood-ba a minimumom általában 20 volt, hála a procinak, most már ez 25, ami nagyon jó. És ugye 70 körül van a maximum, és egy olyan átlag 40-50-nel suhan. És az nagyon jó, mert legalább tudom, hogy nem lassul annyira a játék, élvezhetem az ágyból, nem kell félnem attól, hogy egy nagyobb esemény kapcsán esetleg egy-két laggot kéne kapjak, vagy okozzon maga az egész ügy, szóval tök jól el vagyok vele. De addigra szeretném most a következő hét, utáni héten már meglesz a processzor is, ez már 100%. Ugyanis gyakorom, hogy tapasz meg, hogy a videókat most már, amint lesz időm, meg is vágom, és ki fogom kísérletezni, hogy hogy legyen ez, hogy minél fajább legyen, és majd ugye lesznek vlogok is, úgyhogy fogok valamilyen naptárszerűséget alkotni, hogy melyik nap mit csinálunk, és melyik nap fogok szünetelni, amikor elmegyek én is egyet kirándulni, bár az olyan szinten lesz szünetelés, hogy legfeljebb vlogolok egyet, szóval értitek, nem az a fajta szünetelés, hogy most pál minden és kész. Ó, csezd meg! Fasz ki onnan. Most mi a... Ilyenkor simán beleüthetnék és lehetnék egy trollért. De tudjátok, mit nem. Én nem leszek az. Szar ügy. De eddig sokat nem jártam. Fasza. Ilyen hoppa fázik az ember is, nem figyel. Úgyhogy ja. Nem tudom, hogy Doom lesz-e.
arra az időre, de remélem, hogy igen. És akkor tudjuk tolni azon is. Amúgy tudom, hogy van multija is, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen tudom multija, hogy eddig csak a single player kampányjal játszottam, és nagyon nem is néztem videókat róla. A trailerét néztem meg, amikor tetszett, és azt hiszem egy videót láttam, volt, de már nem tudom, hogy kitől. Járos srácoktól talán, vagy nem is. Nem is, Zsuzsi Mourinho-tól, Zsuzsi atyától láttam volt egy videót, és ennyi. És nekem olyan tetszett, de azt meg kell jegyeznem, hogy sokkal feelingesebb benne lenni a játékban, mint nézni azt. Úgyhogy Zsuzsi Mourinho minden próbálkozás ellenére jobban élveztem a játékkal játszani, mint a demoval, mint itt nézni, hogy hogy játszik. Úgyhogy én mindenképp ki akarom azt a játékot pergetni. Előbb-utóbb úgyis meg lesz. Hatodik, ha szakad, már ez most egy ilyen Best Buy kötelező, muszáj, nem érdekel, mennyibe kerül típusú dolog. Bár ugye először a gépet szeretném mindenképp fejleszteni, bár ha mondjuk meg lesz torrenten, akkor meg úgyis mindegy. Ugye nem olcsó, néztem, egy 200 lehet, abból meg még simán lehetne egy GT5 is, és azért ugye egy GT5-ben sokkal több a videó potenciál, mint egy Doom-ban. Már ugye a Doom-ot egyszer végigpörgetem, aztán meg legfeljebb néha multizok, és kb. Kész. Hát kb. Mint egy Battlefield 4, csak annyi különbség, hogy a Battlefield 4 kerül, mit tudom én, 1000 forint az 15 le, akkor olyan 2-2500 forintba, míg ez egy olyan 10-15 ezerben van, mint a Doom, szóval úgy értitek a különbséget, és na, úgyhogy ha ekkora pénzt kidobok, akkor már hadd legyen benne content is, és igen, gondolkoztam GT5-ön is, hát ugye miért ne? Amúgy is élvezném a játékot, bírom. De majd ez később. Viszont úgy tűnik, hogy ma nem akadunk több metére. Nekem most nincs kedvem csihát váltogatni egyelőre. Hát sokkal nem gyarapodtunk. De majd is még kell áruljak, és akkor lássuk hát, hogyha tudnék szerválni aurát. Na ugye szeretném már minél feljebb tolni. Tehát azért úgy jó volna. Hát ugye most azt csinálom, hogy videókon kívül is néha feljövök, egy 10 percre, 5 percre elolvasok egy aura kákát és futok is le. Mert tudom, hogy törés, akkor felmérgelődök és akkor abba hagyom, mert nincs kedvem vele, akkor tovább foglalkozni. Viszont legalább így, ha még ha nincs is annyira videó, valamilyen szinten halad a karakterem. És majd meglátjuk. Na, de egyelőre, akkor a cél az az, hogy augusztusig felhúzom az aurámat, amennyire csak tudom. Ha M9 lesz, M9 lesz, ha M10 lesz, M10 lesz, ha G1 lesz, G1 lesz, ha marad M8, az se baj. És akkor vakációban felnézünk ez a 75-re. És akkor onnan majd folytatjuk az egyebekkel, ugye skill húzások, DT, meg minden. Ugye össze akarok menni olyan karaktert, ami fel tud menni DT 7-es szintjére. Ami amúgy nem olcsó, de össze lehet hozni. És akkor úgy tűnik, hogy a pántom is hamarosan meg lesz. Csak hát ugye időkérdése. Sokkal már 30-40-en itt lélekköveznek, én meg itt 70-en szopok, meg nem 8-a, hát ez igaz. Nem szeretném eldobni, én el szeretném adni, kérlek szépen. És ezt is. Basszus. Ja. Ezt is eladjuk. És akkor koholkőből már azt is berakom rakiba. Ja, és ki kéne próbáljam ezt az alkimiát komolyabban. Olyan téren, hogy valamit kéne vele majd csináljak, hogy működjen a dolog. Csak még nem vett rá a lélek, hogy összehozzam. Ez itt van cucc rendesen. Igen, már 8 darab van, ami 8 kohozást jelent, tehát ez még egyelőre nem sok, de megteszi. És ércekből is kell, még majd gyűjtsek. Mindenesetre köszönöm a figyelmet. Tudjátok, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!